Sziasztok! Ez itt a Garami család. Hello. Itt van Marci, meg Maja, én meg apa. Szóval azt találtuk ki, hogy mi mostantól YouTube sztárok leszünk, és ez az első videónk. Ami... Azt mondtak, hogy atombombázni fogunk itt a szobába. Atombombázni fogunk a szobába? Jó figura. Az majd egy másik videóban. Jó, csak normálisan figyelj, csak ez nem az őrültködésről szól, hanem arról, hogy valami jó dolgot csinálni, de ne menj ki a képből, gyere vissza. Szóval, ebben a videóban egy olyat találtam ki, amit még ők se tudnak, mert nem árultam el nekik. Lefényképeztem őket előre, mindenkiről csináltam arcképet, és azt találtam ki, hogy a Google képkeresőjében ugye lehet keresni szövegre is, tehát például beírok egy szöveget, hogy tudom, hogy vicces képek. Így. Akkor a képkeresőben nyilván lehet vicces képeket találni. De azt is meg lehet csinálni, hogy mondjam már el, amit szeretnék. Gyere vissza, légy szíves, ne menj ki a képből. Nem vagy te ilyen képből kimenős fajta. Oké, most jó vagy. Szép. Majd te meg megmozdulhatsz különben. Ez nem egy szoborogató videó. Azt találtam ki, hogy ugye klasszikus formájában lehet szövegre keresni, tehát beírom, hogy vicces képek, akkor vicces képeket fog kiadni. Ha beírom, hogy állatos képek mondjuk, akkor állatos képeket fogunk találni. Cukik. Ugye melyik a legcukibb szerintetek? Szerintem az őzike. Őzike? Hol van egy őzike? Kutyus is nagyon cukik. Ez az nem őzike, olyan, ez kis szarvas. Az a kis fehér cica. Igen. Na, szóval ilyeneket lehet. De képre is rá lehet keresni. És ahogy az előbb említettem már, Majáról is csináltam egy képet, Marciról is, meg magamról is, egy arcképet, és fel lehet tölteni akár ezt is, és rá lehet keresni. Ez mondjuk nem pont erre van kitalálva, hanem arra például, ha egy épületet lefotóztok valahol, akkor feltöltitek, és meg lehet például információkat tudni róla, hogy az épület mi, de mindenféle tárgyra vonatkozóan tud hasonló képeket és találatokat mutatni a Google, akár egy autót fotóztok le. Ha lefotóztok mondjuk egy sárga színű Golf 7-es kábriót, azt feltöltitek, akkor egy csomó Golf kábriót fogtok találni, 7-es Golf kábriót, ami szintén sárga színű, mert ezeket a képeket fogja feldobni a Google képkereső. Tehát most mi ezt a saját arcunkkal próbáljuk ki, azt próbáljuk megkeresni, hogy van-e hasonmásunk, nem hasonlásunk. Ja, hasonmásunk. Na nézzük. Kezdjük mondjuk Majával, rákattintok, hogy kép feltöltése, kiválasztom a képet a gépemről, csak tudnám, hogy a fotóban hova töltötte a képeket. Lehet, hogy a fotókban van, mindjárt. Keressük. A fotóbot külön könyvtár van neki. Oké, hol vannak a legfrissebb képek? Itt vannak. Akkor kezdjük Majával. Azt beszéltük. Nézzük, feltöltjük Maját. És Majához hasonló képeket kaptunk. Nézzük ki, Maja hasonmása. Erre ezt kínálja föl, hogy ez egy girl. Maja egy girl. Tessék, itt látható. Maja egy girl. Szuper. Hát eddig nem sokra mentünk vele, de nézzük a hasonló képeket. Hát Maja, ők itt a hasonmásai. Látsz valakit, aki itt tényleg hasonlít rád? Nem. Én mindegyiknél szebb vagyok. Hát, mondjuk ő hasonlít Fannira, a nővérkédre. Aha. Ugye? Kicsit. Ezek kb. Csak kultus lányok. Hát szerintem Majával megbukott ez a képkeresés történet. Nézzük Marcit. Szólj. Nézzük, ki hasonlít Marcira. Ó, Isten, én nem tudom, mit csinálni. Na nézzük ki. Marci hasonmása. Boy. Az biztos kiírja, hogy little boy. Nem, kiírta. Boy. Itt van. Itt látható. Nézzétek. Boy. Akkor lehet, hogy boy vagyok. Akkor téged teszünk fel legközelebb horogra, hogyha megyünk orgászni. Mekkora pontyot fogunk. Úristen. Na nézzük. Na nézzük. Marci, ők a hasonmásaid. Ők hasonlítanak rád. A Google képkeresője szerint. Na nézzük, melyik a legjobban hasonlító fiúcska. Fúvannak ki se látszik a hajától. Amíg a kezében van egy telefon, úgyhogy hasonlít a Marcira. Lehet, hogy Minecraftozik éppen ez a fiú, nézd. Mit gondolsz? Kinézed belőle, hogy ez a fiú Minecraftozik? Igen. De egy ilyen távirányítós műtyűr van. Na nézzük, az távirányítós műtyűr? Én azt hittem egy teló. Vagy valami ilyesmi. Nem.
Egyébként kipróbálhatnánk ezt az Enzóval is. Enzó a kutyánk, aki egy barna labrador. Lefotóznánk, és kik a hasonmásai. Reméljük, hogy nem embert dobna föl, hanem tényleg barna kutyákat. Aha. De szerintem náluk azért könnyebb lenne hasonlókat. Ez viszont nagyon hasonlít a Marcira. Ide néz. Ugye? Ez nem a Marci egyik obistás. Nekem hasonlít a Marcira. Nem, kicsit. Csak kicsit. Neki nem más színű a haja, neki aranysárgásabb a haja. Uh-huh. De ő tényleg hasonlít a Marcira. Na hát. Én már nagyon izgulok, mert én leszek a következő. Nem annyira, légy szó, és gyere vissza. Szóval én leszek a következő, nagyon izgulok, hogy melyik színészre fogok hasonlítani. Lássuk. Te leszel orgazmat. Jöjjön apa. Úristen, hogy nézzél ki. Úristen, még be se töltöttem. De na, majd hogy néz ki a többi, úristen. Következik apa. Az nem az. Lája. De az csúnya. Azt akarod megnézni? Nem, azt hittem meg tudom mutatni nagyba, vagy nézni, de ez itt én vagyok. Hát azért az is elég vicces kép. Volt, tudjátok, amit a fotóbottal lehet csinálni? Szerintem... Na nézzük, apa, a gentleman, ezt nem hiszem el. Oda nézzetek. Apa egy gentleman, egy úriember. Azt írta, apa egy úriember. Ezt dobta az én fotómra a Google. Köszi Google, ez van. Na nézzük, kik azok, akik hasonlítanak apára. Az a néger bácsi, nem tudom, hogy jött ide, de nincs vele probléma. Na nézzük. Hát én nem látok hasonlóságot, de azért érdekes, mondjuk erre az emberre hogy hasonlítok. Vagy éppen rá, akinek elég nagy szünet van a két szemöldöke között, de azért cuki. Aztán nézzük, kik vannak még itt. Olyan, hát, de csak a hajszín sem, meg a fizimiska sem. Jó, itt van egy kopasz ember, azt már látom én, nekem is elég de rövid a haja. Persze, nekem olyan legalább egy fél centis hajam. Na, ott van. Melyik? Ott. Igen! Yes! Ezt anya meglátja. Itt az Enzo. Velem fogadod még egész éjszaka, azt tuti. Na, jól van. Hát azt hiszem, ez a képkeresős projekt ez megbukott, de azért jókat röhögtünk, de legalábbis nem, csak nálam csak félig bukott meg, mert nálam írta, hogy én egy igazi gentleman vagyok. Nem, én vagyok az, nem? A következő videónkban még nem tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Meglepetés lesz, de hasonlóan vicces, és jó pofa lesz, mint ez a mostan. Várj, hogy néz ki? Hogy néz ki?